Köszöntöm nézőinket! Idén is megtartották szüreti felvonulásukat a felsővárosi hagyományőrzők. A városrészt bejáró vidám menet a megszokott útvonalon, a megállókban a Cseregő Néptánc Együttes műsorával hívogatta a felsővárosiakat a Kvártéház udvarára, ahol idén a Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület elnöke Kis János avatta be a legifjabbakat a szőlődarálás és préselés tudományába. Immár hagyomány a felsővárosban a szüreti felvonulás a hagyományőrzők rendezésében. Idén a Kvártéházból indult a vidám menet, hogy a megszokott útvonal bejárásával a beiktatott öt megállóban a Cseregő Néptánc Együttes műsora kíséretében a kisbíró dobszavával hívogassák a felsővárosiakat a Kvártéház udvarára. Az idei évben kifejezetten a hagyományőrzése van kihegyezve olyannyira, hogy a felvonulás mellett itt a Kvártéház udvarán próbáltunk egy kicsit bemutatni dolgokat a régi szüretekről, tehát szőlődarálást, szőlőpréselést. Itt egy kis közösségi összejövetel, kifejezetten kisebb közösségi, és a korábbi, hogy úgy mondjam, utcabál jellegű része az most elmarad. Részben azért, mert rövidebb a büdzsénk, részben pedig amiatt, mert úgy érezzük, hogy szükség van arra, hogy a helyi kis közösséget egy kicsit jobban meg tudjuk szólítani. Tehát az utcabálnak az már egy kicsit majdnem, hogy az egész városnak szólt, viszont nem akarunk feltétlenül városi rendezvényekkel konkurálni. Nem ez volt a fő cél, amikor ezt korábban életre hívtuk, ezeket a rendezvényeket, úgyhogy emiatt egy kicsit módosítottunk. Örülök, hogy helyi segítségeket kaptunk az idei évi rendezéshez, részben a traktorokkal kapcsolatban, részben pedig a cseregők voltak, akik igazán hatható segítséget adtak, hiszen a felvonulásnak a gerincét, meg az állomásokon a táncot, azt az ő jó voltukból tudtuk megrendezni, és autentikus ruhákban tudtak
felvonulni, meg fellépni, és azt gondolom, hogy ez is segít ahhoz, hogy egy kicsit a kultúránkhoz visszakanyarodjunk, és egy kicsit próbáljuk megtartani. Még adjunk együtt a menet során, utána találkozunk a kvártérház udvarán, ahol felevelemítjük a szüreti hagyományt, bemutatjuk, mi zajlik ilyen táj. Lesz hőlődarálás, préselés, tartsa lünk hát, hogy mindezt megnézd. Vendégünk lehet egy pohár mustra vagy borra, zsíros kenyérrel zárul mára a móka. A menetet a hozzácsatlakozó érdeklődőkkel idén a Várpalotai Badacsonyi Kertművelő Egyesület elnöke Kis János fogadta az udvaron, és a legifjabbakat a szőlődarálás és préselés tudományába avatta be. Badacsony szőlőhegy, ez itt Palotáról északnyugatra van, 1720-ra datálják, ott kezdődött ott a szőlőművelés a kivágott erdőknek a helyét. Tehát azóta gyakorlatilag termelnek ott szőlőt, vannak szolgálatos emberek, akik ott van. Hát, tevékenykednek. A hegy, tehát 1720-ban kezdtek el szőlőtermelni, nem egészen pontosan ott, ahol most van, hanem a Bérhegy keleti végének a déli oldalán, és onnan jött erre befelé. De 1754-ben már hegyközség lett, 1764-ben már pálinka főző pincéje is volt ennek a hegynek. Később egyre többen ültettek ott szőlőt,
a hegytörvény szerint is Palotára a kocsmárosok már nem hozhattak be vidékről bort, csak a Palotán termelt gazdáknak a borait árulhatták. Tehát elég komoly törvények voltak, meg voltak határozva ki, mikor, hogy mennyit kell fizetni a munkásoknak, a munkás mikor mehet be a Szőlőhegybe, mikor köteles elhagyni a Szőlőhegyet. Nagyon szigorú, jó lenne, ha lennének hasonlók most is. Hát aztán az 50-es években megszűnt a 50-es évek elején a hegyközség, ott eléggé elhanyagult lett minden. Azt a 70-es években újra fejlődött, sokan vettek ott birtokat, sajnos most már megint van, aki fogyatkozás, bár az utóbbi időben most elkezdtünk ott utakat javítani, személykocsival járható hegy, most újra jöttek fiatalok, hál' Isten, most az idén is több család vett ott birtokot, reméljük, hogy majd azért meg is látszik a kezük nyoma. Az Antal Laci, itt a Felső Városrésznek a önkormányzati képviselője, kért föl bennünket, hogy gyerekeknek most tartsunk egy kis bemutatót, ilyen szőlőfeldolgozás hogyan megyen, kézműves jelleggel, így mondom, ahol még kézzel daráljuk, meg kis préssel présüljük ki a mustot. Reméljük, hogy jönnek a gyerekek, és jól fogják magukat itt érezni. De itt a felnőttnek is hoztunk egy kis bort, négyféle, kétféle vöröset, kétféle fehér bort, majd kóstolgathatnak. Nagyon jó szívvel kínáljuk majd őket. Szeretnétek egy kicsit ügyeskedni itt a mustkészítésben, hogy így mondjam, darálni, kicsit présülni? Mondtad letek? Na, gyártek akkor. Tehát van benne egy szűrő, ami lefújik le, abban lehet meríteni, ott a pohár, hoztuk magatoknak poharat, azzal teletöltitek, ihattok, amennyit a kedvetek. Jó? Nyugodtan, mert egy vitaminból bejárunk. Ugye így, hogy beletesszük a pénzt. A szüret kiemelkedő esemény a szőlős gazdák életében, mondta el Kis János, hiszen ekkor szembesülnek egész éves munkájuk eredményével. Jó, hát megyen nekik a mindjárt. A darálás során a szőlőszemek burka felreped, és a gyümölcsleve a must összegyűjthető. A darálás során nyert lé azonnal fogyasztható, egy egészséges vitaminbomba. Kínálta a szakember a munkába bevont gyerekeket. A ledarált fehér szőlőfajtáknak legalább 4-6 órás úgynevezett áztatásra van szükségük, azaz ennyi ideig hagyják állni a darálmányt a vörösbornak való kék szőlőből készült cefrét, ennél lényegesen hosszabb ideig kell a kádba tartani a préselés előtt. Most ettől eltekintünk, ahogy megtelik a kád, kipréseljük a szőlőt. Hangzott el a bemutatón. Ma mosógép anyunak. No problem. Vagy az égen úgy érdemes, ugye? Az de jó! Vissza, engedd el, gyere! Megint? Na megint húzzad, na gyere! Húzzad! Erősen! A gyerekeknek ez egy kuriózum volt, hiszen azért itt eltelt egy-két évtized, amikor az ő szüleik, meg még esetleg a nagyszüleik is egy kicsit elfordultak másfele. Kicsit talán hozta magával, hogy a helyi munkahelyek megszűntek, nagyon sokan jártak, vagy járnak vidékre dolgozni, és hát ennek az lett a hatása, ugye, hogy itthon kevesebb időt tudnak tölteni, már nincs energiájuk arra, hogy még külön szőlővel vagy egyéb földműveléssel foglalkozzanak, és talán most lehet érezni egy kis irányváltást, hogy akinek van affinitása ezekhez a dolgokhoz, az egy kicsit talán meg is teheti könnyebben, már nem kell feltétlenül 2-3 állást vállalni ahhoz, hogy megéljen, egy kicsit talán jobb a helyzet, és e felé fordultak sokan, így próbálnak kikapcsolódni a mindennapi darálóból, mókuskerékből, hiszen
ez egy vissza a természethez jellegű dolog. Kimegy, viszonylag csend van, madárfütty, és nyugalomban lehet dolgozni. Kemény fizikai munka, viszont sokkal kevesebb stresszel jár. Én azt gondolom, hogy a magyar borok most már nagyon jól megállják a helyüket a különböző nagy áruházaknak a polcain is, de sajnos Várpalotán, ugye itt voltak korábban törekvések, hogy olyan hivatalos hegyközséget hozzanak létre, de az én tudomásom szerint ez nem sikerült, hogy bekerüljenek ebbe az országos vérkeringésbe, így nem lett Várpalota külön bejegyezve. Tehát továbbra is inkább, hogy úgy mondjam, ez a talán rossz szó, hogy műkedvelő borászkodás, de hobbi borászkodás talán inkább a jó kifejezés, és mindenki a saját kedvtelésére műveli ezt a dolgot. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik támogatták a rendezvényünket, részben a munkájukkal, gondolok itt a Kis János vezette Kis Badacsony kertszövetkezet tagjainak, akkor Bátor Zsuzsának, aki a traktor kérdésben segített nekünk, hiszen nélkülük tulajdonképpen nagyon nehéz lett volna ezt megrendezni. Természetesen a cseregők, akik, mint korábban mondtam, oroszlán részét kivették a rendezvénynek, illetve hát rendező társaimnak, akik időt és energiát áldoztak arra, hogy létre tudjuk hozni ezt a rendezvényt. A széleskörű összefogásnak és a támogatók hozzáállásának köszönhetően, bár szűkebb körben, de idén is jó hangulatú találkozót hozott a felsővárosiak szüreti felvonulása. A zeneterápia lényegéről és annak az emberi pszichére gyakorolt hatásairól beszélt az elmúlt szombaton a Várpalotai Református templomban Ferge Béla. A zeneművész szerint, bár minden zene gyógyíthat, az viszont nem mindegy, hogy mennyi ideig. Én 2003 óta tanítok fogyatékkal élő gyermeket zenére. Igazából ők tanítanak engem, csak nem mindig tudják. Ferge Béla diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazz tanszékén szerezte, dobosként különböző zenei műfajok neves művészeivel játszott együtt, 20 éve oktat zenét. Az utóbbi 10 évben a Szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola zsámbéki tagintézményében dolgozik. 9. éve foglalkozik értelmükben akadályozott és halmozottan sérült gyermekekkel. A tanítás során nagy hangsúlyt fektet az alkotókészség megélésére, felszínre hozására és annak fejlesztésére. Jazzzenészként kezdtem, jobban mondom, könnyű zenészként, és egy nagyon szép feladatot kaptam 2001-ben, fogyatékkal élő gyermekekkel kezdtem el foglalkozni, és ott szembesültem azzal, hogy a zene mekkora hatalom, ugye? Hát addig is gondoltam, de nem ennyire nagy hatalomnak nem gondoltam, hiszen a fogyatékkal élő emberek, ők egyből átadják magukat bizonyos zenei hatásoknak, és ez jó és rossz értelemben véve is megtörténik. És ekkor szembesültem, mondom, azokkal a hatásokkal, és lényegében a zene rossz és jó gyümölcseivel, és itt kezdtem el foglalkozni a zeneterápiával, mondhatjuk ezekben az időkben, hát ez most már több mint majdnem 15-16-17 éve. Mozart zenéje a kutatások alapján is csodálatos. Szoktam is mondani, hogy a zene nem csodaszer. Ezért is nem szabadna ilyet ígérni, hogy valakit mondjuk rákból meggyógyítani. De csodákra képes. Ferge Béla szerint a zene rendkívüli módon hat az emberi viselkedésre.
Szokolai Sándor azt mondta, hogy az örökké valóság előlege a zene. Hiszen annyira megfoghatatlan, de mégis érezzük a hatását. Hát én csak egy vicces történetet, és egy igazi történetet szeretnék elmondani. Kanadában nagyon, egy bizonyos városban nagyon felhígult a város egy része, és nagyon sok bűnözés volt, drogkereskedelem, elindult egy kis maffia, és azt találták ki a helyi emberek, hogy Mozart vonós négyesek szóljanak az utcán. És néhány hónap múlva visszaszorult, elmentek azok az emberek, akik drogot árultak, mert azt mondták, hogy ilyen gyönyörű zene mellett mi nem vagyunk hajlandóak. A várpalotai református templomban tartott előadásán a művész tudományos kutatásokkal és személyes tapasztalatokkal alátámasztva arról is beszélt, hogy mi különbözteti meg az igazi művészetet a zeneipartól. Ferga Béla szerint az emberi döntési képességért felelős homloklebenyt kibe lehet kapcsolni bizonyos zenékkel. A mai ütemes, főleg csak effektszerű, ismétlődő, monoton zene az egyértelműen kikapcsolja a homloklebenyt, hiszen az a homloklebeny kap egy információt, akkor, és hogyha az az információ, hogy ugyanazt hallom, akkor nem kell gondolkozni, hanem alacsonyabb érzelmi régiókat fog keresni a zene, és akkor inkább csak az ösztönök szintjén hallgatjuk a zenét. De vannak olyan zenék, például mondjuk Bach művészete, vagy magasabb rendű művészet, mondjuk a barokk művészet, de mondhatnánk bizonyos népzenéket is, amelyek annyira komolyan elkezdik a homloklebenyt gondolkodtatni, hogy ezáltal egy magasabb kontroll lép be, azt hívják felemelkedésnek, mondjuk biblikusan, vagy mondhatjuk a görög kultúrának a nagy, vagy a görög művészetnek a nagy kulcsszavát is, a katarzis, ugye a megtisztulás, tehát mikor az ember szembesül valami széppel, elkezd rajta gondolkodni, hogy én is így szeretnék élni, hogy nem szürke életet akarok élni. Tehát a zene bizony nagyon hat ránk, kérdés, hogy milyen zene és milyen üzenettel bír az a zene. Mivel az ember muzikális faj, így mindenkinek van valamilyen készsége a zenéhez, vélekedik a zenetanár, aki szerint azonban a zene nem egyformán hat ránk. Hogyha valaki egész életében rockzenét hallgatott, annak furcsa lesz ez a Bachi művészet, és fordítva is. Tehát nagyon fontos, hogy milyen, főleg a gyermekeknél, ugye, ahogy Kodály is mondta, hogy sajnos a felnőtt korban már nem elég elkezdeni a zenenevelést, hanem nagyon hamar korán el kell kezdeni a zenenevelést, mert az az ember, aki megszokja a jó zenét fiatalkorában, az már nehezen lesz letéríthető erről az útról. Viszont fordítva is így van. A zeneművész előadásában rámutatott, a rossz zene, mint például, ahogy fogalmaz az érzelgős limonádé, úgy ad örömöt, hogy hamis képet fest, mintha minden rendben lenne. Másrészt a tomboló hangerőn közvetített sötét látásmód agresszívvá teszi az embert. Az esten gyönyörű hárfa muzsikát is hallhatott a közönség. Johann Sebastian Bach, valamint Debussy műveit Ferge Elizabeth szólaltatta meg. A zenetanár ugyanis Lukácsny Orovicz Piloska református lelkész meghívására lánya társaságában érkezett Várpalotára. Ferge Béla előadásában, ahogy megjelent könyvében is kifejti, arra kereste a választ, hogy a zene értékes vagy csak divatos. Úgy fogalmazott, a rossz zene is gyógyíthat, hiszen elterelheti a gondolatainkat egy-egy problémáról, viszont mindezt mellékhatásokkal teszi. Az igazi művészet azonban tényleg egy boldogabb életnek kövezi ki az útját. Thank you.
Presszot látták, adásunkat most a helyi televíziók összefogásával készülő Szomszéd Vár című turisztikai magazinnal folytatjuk. Ezt követi majd a Globo Portré, melyben ez alkalommal az argentin nagykövet beszél hivatásáról. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!